Na, drágáim! Két nap ezelőtt mondtam, hogy el fogunk érkezni 19-én az idei év egyik legfontosabb karma fényszögéhez, a Keyron felszálló konjunkcióhoz. És akkor mutattam nektek, hogy a Keyron felszálló az akkori képletben, a két nappal ezelőtti képletben egy nagyon érdekes felezépont szerkezetet is alkotott, nem belesleg az eris drasztikusan megváltozó külső körülményekkel, és a sötét holdi az átok magunkra vételével. Most viszont a sötét holdi éppen beérte ezt a konjunkciót. Ezt sosem látom, amikor ugye az előrejelzést, az éves előrejelzést készítem, mert akkor a big picture-re koncentrálok, és hát nyilván a lassú dolgok azok, amik, amikre odafigyelünk, mert azok fogják az igazi téridő alakító szerepet betölteni, viszont mindig dobok egy hátast, amikor azt látom, hogy még ki is egészül egyfajta plusz információval, és pontosan ez történik, a körülnézel. Önmagában ugye a felszálló és a Keiron azért lényeges ez az egyesülés, ami egyébként talán ezt fontos értenetek, hogy nem annyira gyakori, hiszen a holcsomók 18 évenként kerülnek ugyanoda, mint a születési pozícióz. Nem mondhatjuk azt, hogy keringési időben nem keringenek. Ugye a holcsomók azok gyakorlatilag a nappája és a holtpálya kereszteződései. A nappája az ekliptika, a hold pedig ugye a föld körül kering, és a földnek a tengelyforgása forgása miatt gyakorlatilag az történik, hogy Kétszer, egy nap, pont 180 foknyira átmett, át találkoznak, keresztedik egymást. És maguk a, a holcsomók, tehát nem sugároznak, és nem is nem is keringenek. Ettől függetlenül, tehát az ember tényleg gadok, mert hogy mindig azt mondjuk, hogy keringés idő, tehát nem vagyunk tök hülyék, tehát nyilvánvalóan egy számított módonnak nem lett keringési ideje. A Keironnak viszont van, még az átlagosan 50 év. Ez az egyik olyan égítest, ahol nem tudjuk pontosan megmondani, hogy mikor ér vissza a születési pozícióhoz. A keringés ideje valóban olyan 50 év körül van, de van, hogy már 49. életében megtörténik. Ugye ez a bizonyos visszatérés, ami mindig lényeges, mert mindig lezárja annak a bolygóciklusnak az idője, időtartamát, és elkezdődik egy újabb időciklus. És ugye, mivel azért nagyon ritkán élünk 100 évig, a Keyron az megbízhatóan egy ciklust rendszerint befejez, és aztán a másikat elkezdi, de ha valaki megéri a 102. életévét, akkor a második ciklust is valószínűleg befejezi. Tehát éppen ezért minél nagyobb egy keringési idő, vagy egy visszatérési időszületési pozícióra, értelemszerűen annál ritkábbak a fényszögek. Tehát ez most egy jelentőségteljes dolog. Ha le akarom fordítani, hogy a keiről karmikus sebeinket és az abból való gyógyulást feltételezi. Itt van a legtovább, a van, nem véletlenül, hiszen a legtöbb sebet, a vér, a tűz, a háborúk, az agresszió, az erőszak és mindenféle kos energia mintához kapcsolható történelem is, történet és esemény. Ezt írja le, majd csak befejezem a mondatot, picit megint korán van, nem annyira korán, értem, most már elkezdett nagyon szépen világosodni, hál' Istennek, csak most két napig ugye síszünet volt, és velem volt az unokám, és hát teljesen kimaxoltuk, ez a nagyobbik. A kicsi meg meg volt sértődve, hogy mi azt, hogy nem alhat itt, amit szóval, tündériek egyébként. Szóval visszatérve a, 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 ehhez, a, ehhez az álláshoz, maga a felszálló felszállóholcsomó pedig a választott sorsfeladatunk, és ahogy mondtam, most ugye ebben az évben végig a, a kosban jár a felszálló, tehát mit tanít meg, hogy nekünk meg kell tanulnunk sorszerűen küzdeni azért, ami fontos, és meg kell tanulni, megvédeni magunkat, hiszen a kos nem csak a háború, hanem az önvédelem jegye is. az Én ezt akarom, én ezt választom energiamintázatnak a kifejeződése. A Kejron pedig ugye pont ezekkel kapcsolatos karmikus sebeket írja le. Tehát most ez, ez tényleg egy ilyen fordulópont az emberiség történetében is. Nem néztem meg, hogy mikor volt utoljára ilyen, Isten igazából ezen nagyon sokat gondolkoztam, persze meg szoktuk nézni, sőt, abból tudunk egyébként következtetni, hogyha visszapörgetünk, hogy mikor volt ugyan, utoljára ilyen, akkor milyen mundán események voltak a világban, és akkor azt gondoljuk, hogy ez is hasonló lesz. Én meg azt tapasztalom, hogy nem, nagyon sokszor még csak nem is hasonló, mert egész egyszerűen az őt kísérő mintázatok meg teljesen mások hogyha visszamész akár százezer évet az időben, akkor sem lesz ugyanaz a bolygóállás soha, hanem csak hasonló, és hát minden korszakban más fog jelenteni. Na jó, eleget ö, beszéltem a nem létezőkről, úgyhogy most nézzük a létezőt. Tehát ez a bizonyos hold, Keiron sötét hold, lillét hold, holcsomó, ha Keiron, na mindegy, majd csak dadogok, jó? Tehát holcsomó, felszáll holcsomó, kejron, sötét holdít, hármas konjunkció lesz február 19-én az esti órákban, ugye 22 óra 11 perckor van a magának a kejron holcsomónak tűpontos állása, és a sötét hold egy picit túlhat már rajtuk, de akkor is egy fokon belül van, tehát ott lehet, azt lehet mondani, hogy ez egy hármas tűpontos konjunkció, megint nézhetem volna egy ablakot, hogy amikor a, hold, amikor a sötét hold beéri magát, ugye először a kejront, és aztán a olcsomok, de azt mondtam, hogy nem vacakolok tovább, ez a, ez a, pontos időnk, használjuk ezt. És azt a címet lehetne adni ugye ennek a hármas konjunkciónak, hogy felismerjük-e a sebeinket. Tehát egyáltalán eljutunk odáig, hogy, hogy megnézzük, hogy mi fáj. Pár nappal ezelőtt kiraktam a Facebookra, minek vagyok én a Facebookon is egyébként. Kiraktam a Facebookra egy nagyon érdekes elmélkedést arról, hogy a pszichológia mit tanít meg, és mit nem, és ö, ö, tényleg az van, hogy ö, hogy ugye azt, azt mondjuk, hogy ezeket a sebeket gyógyítani kell, tehát ugye a pszichológusnak az a dolga, hogy feltárja a gyerekkori sérüléseidet, és akkor azt mondja, ugye, mindenféle eszközzel, hogy, hogy amíg nem tudod ezeket helyre tenni, addig nem nősz fel, és ugye úgy lehet a leginkább helyre tenni, hogyha földbe taposod a szüleidet, mert ők okozták a sérülést. Körülbelül megint így lehetne összefoglalni. Nagyon-nagyon sok negatív dologért, negatív folyamatért szerintem a pont a pszichológusoknak ez a fajta viselkedése. Hordoz, ugyanis nem hallgatják meg a másik felet. nekem mindig az a bajom, a pár terapeuták ezen, ebből kivételek, de mindig az a bajom, hogyha én most elmegyek egy pszichológushoz, és azt mondom, hogy mit tudom, bajom van a főnökömmel, vagy az anyámmal, akkor ő nem hívja fel a főnökömet, vagy az anyámat, hogy megtudja a történetnek a másik oldalát, hanem elkezd al alám lovat adni, tehát, és akkor nem ismertem fel a sérüléseimet. Tehát ez, ez a legfontosabb, hogy mindig azzal kéne kezdeni, hogy én mit tettem ebbe bele egy, egy párkapcsolati válságnál, egy magánéleti válságnál, az, akit ér a megrázkódtatás, 50%-ban benne van. Tehát, és ezt nem ismerjük föl, akkor, akkor nagyon könnyű átolni a felelősséget a másikra, tehát ez, ez az állás valamennyire ezt is behozza, ezt a témát is behozza. Aztán ugye a következő kérdés, amit föl kell tennünk magunknak, hogy tudunk-e valamit kezdeni -e velük? Ugye ezeket a karmikus érléseket nagyon-nagyon nehéz működtetni, hiszen vagy annyira levénítanak, olyan fóbiával nőnek, hogy megkötöznek, vagy pedig, hogyha végül is sikerül valamennyire abszolválni a dolgot, megoldani, nem használnék itt ebben az esetben, de minden esetre, hogyha közelebb kerülünk ahhoz, hogy megoldjuk, akkor viszont különleges képességek tárháza kerül a birtokunkba. De a kettő ott marad, mint, tehát együtt. Tehát ezt kellene megértenetek, hogy ez olyan, mint egy régi sérülés a testeden, hogy nem fáj, nem sajog, de ha jön egy időváltozás, vagy valaki beüti, vagy valami akár külső, akár belső hatás ér, akkor megint elkezd sajogni. Tehát nem igazán tudunk tőle megszabadulni, nem esíteni tudjuk, képességeké tudjuk formálni, de a seb valahol ott marad. És aztán ugye a már harmadik kérdésünk, amit feltehetünk 19-én este, hogy magunkra vesszük-e az átkot. És én azt gondolom, hogy ez történik most. Tehát nagyon-nagyon sokan Kiállnak a különböző dolgaik miatt, és vállalják, hogy a, hogy a másik oldal megátkozza, vagy pedig ugye ott vannak a gazdák, akik tüntetnek a különböző városokban, a, 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 hogy hívják, a ugye a határokon, és nyilván a kamionosok, akik elő lezárják a, a hatát, azok nyilván elátkozzák őket. De tényleg ez a kérdés, hogy vállalunk-e további sérüléseket, vállaljuk-e a az átkokat, és egyáltalán, még egyszer mondom, felismerjük a sebeket, és mit tudunk kezdeni velük. Tehát eltolódunk a fóbia irányába, vagy eltolódunk a különleges képességek irányába. Na nézzük meg magát a képletet, azt hiszem, azt hiszem, egész jól állítottam be, meg se résztem az előbb. Tehát, amit látsz ebben a téli időpillanatban, hogy a mérleg emelkedik, és az Eris, ugye a drasztikusan megváltozó külső körülmények, meg ott van a desztendensen, már éppen a látóhatára alá bukott. Tehát igen, ez az idő felturbózza az ellenségeskedést, a drasztikusan megváltozó külső körülményeket a vertex éppen a szednához közeledik, ugye ez egy számított pont, ez az asztendens működéséhez képest ugye mindig máshol van, ez egyik az örvény pontja, tehát az irányítatlan folyamatok pontja, tehát azt mutatja ez a téridő, hogy ahhoz, hogy ezt meg tudjuk lépni, ezeket a felismeréseket, ahhoz szét kell szednünk, és újra össze kell raknunk a dolgokat, de mivel a szednának van egy abúzus értelmezése is, a családon belüli abúzus, vagy egyáltalán az abúzus, ami ellen nem nagyon tudunk tenni, vagy nem tudunk védekezni, mert vagy gyengék vagyunk, vagy kiskorúak, vagy, vagy egyáltalán nem abban a helyzetben vagyunk. Tehát amikor egy, egy rabszolgatartó megerőszakol egy rabszolgát, ez teljes mértékben ki van neki szolgáltatva, és senki nem fogja felelősségre vonni. Ez körülbelül ilyesmi. És itt a vertex pontosan ezt jelzi, hogy hogy az abúzust, meg a széddarabolódást nem tudjuk megúszni. Tehát bárki is azt gondolja, hogy nem, 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 majd én én fejlődöm, és akkor én majd magasabb dimenzióba megyek. Igen, persze, mindezt meg lehet tenni, csak mégis ott marad mindaz. Ott marad, ha más nem, ott marad a, a, szöve, a, 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 a hegszövet, És a hegszövet is tud sajogni. Aztán ott van, ugye, maga a hármas konjunkció, ugye itt, tehát ezt most nem is elemzem nektek, viszont ez érdekesen egy kvinkunkoszot velt, ugye a fekete holdi júnó konjunkcióra, látjátok, ez egy duplán pontosodó, hogy hívják konjunkció, ugye két erős nő, a júnó a szövetségkötések és a házastárs, tehát a first lady, lidit pedig ugye a bátor becsületes helytállásnak az a szaszteró, ugye ez is egy számított pont, mindegy. És akkor nézzük meg, tehát mind a három lidit megint baromira prominens, hiszen az asteroid lidit pedig a Palaszaténével jár együtt. Palaszaténé ugye a bölcsesség istennője, Lizit pedig a lázadás az igazságtalanság ellen. És talán emlékeztek rá, hogy jó pár hónappal ezelőtt egyszer beszéltem a szabadakaratról, és egy egyébként ugye itt a szabadakarat hiánya prominens, hiszen a szedna mellett az a pont van, ahol nincs szabadakaratunk. De azt szoktam mondani, hogy a valódi Szabad akaratból tört, történő erő, erő megmutatása az a Lilit. Az a három asztrológiai Lilit, amikor én szabad akaratból döntök, mindhárom esetben, gondoljatok bele, tehát szabadon gyakorolom az akaratomat akkor is, amikor fellázadok Jáve ö, ö, direkciója ellen, fogalmazzunk így, vagy direktívája ellen. Az is, amikor elhagyom az Ószövetség kertjét, és számüzetésben vonulok, sötét volt, és magamra veszem az átkot, és az is, amikor visszatérek oda, hogy megoldjam a problémát azzal, hogy adok egy kis lelket Évának. Ugye? Tehát ezt egyébként, hogyha ez érdekel ez a téma, és még új vagy a csatornámon, akkor nyilván keresd meg a Liditekről szóló rengeteg legalább darab, darab előadás van róla, tehát a különböző Liditeket mesélem el. Na, rengeteg dolgunk van, van itt egy masning. Ez az egy karmikus masni, ugye, mert a belső két opozíciót kívül karmafényszögek, szemisextilek és kvinkungszok keretezik. És ha megnézed, akkor azt látod, ugye az egyik opozíció az maga a bolcsomó és a hozzá kapcsolódó és sötét volt, a másik opozíció pedig a hügelya, amely szemben áll a Juno-Lilit you know konjunkcióval, és a hügelje ugye a szenterek, tiszta élethelyzetek, egészség, testedzés, mértékletesség, megtanulása, a higiénia szavunk van ugye ebből a névből, az Klipiusznak az egyik lánya, aki pont azt próbálta megtanítani, hogy ne is akarjunk betegek lenni, hanem érjük el, hogy nem leszünk betegek. És ezzel szemben a két erős nővel, az egyik ugye az elkötelezett first a másik pedig az elkötelezett, a teljesen másnak elkötelezett ö, istennő energia, tehát ez a masni azt feltételezi, hogy ezeket a sebeket, amiket a Kejron mutat, és amiket szinte most sorszerűen magunkra veszük, még az se érdekel bennünket, ha ezért megátkoz valaki, abban benne van két erős nőnek a szerepe és a rendteremtés. Elég izgalmas, ha belegondoltok. Nézzük ezt a masnit meg most transzcendenségi testek szempontjából, és hogyha az előző videóimnak a... a kitörését most így mérsékelem, az pontosan azért van, mert nem az a dolgom, hogy a napi politikai szintre süllyedjek le, hanem hogy a téridőt magyarázzam, hogy minél jobban felhasználhassátok őket. És ezért van az egyébként, hogyha valaki személyes kérdéseket tesz föl, a múltkor valaki rám ért, hogy a nem is lényeges. Az a lényeg, hogy gyerekek, nem ismernek benneteket. Mikor ismernélek, sem tudom megmagyarázni, hogy nektek ez most mit fog hozni. Figyeljétek meg, és használjátok ki a lehető legjobban. Tehát én azért beszélek, hogy minden állást fel lehet jól is, meg rosszul is használni. A legcsodálatosabb fényszögeket is ö, látensként elvesztegetheted, és a legnehezebb állásokból is tőkét kovácsolhatsz magadnak, ha beleállsz és megcsinálod. És ez a lényeg, most nem az, hogy én magyarázom el neked, hát nem fogom megrágni azt az ételt, amit neked kell lenyelni, és nem fogom az életedet sem helyette élni. Próbálj, próbálj hasznosítani valamit ezekből. Na nézzük a transzendenségi testeket. A hármasunkon, ugye a Keiron felszálló és sötét old, ott van Érosz, Hipátia és Pitagorasz. Nagyon érdekes ez is. Érosz ott van ugyanis a teremtés kezdetén, amikor a földanya, Gaia kiemelkedik a káoszból, és megteremti önmagát, akkor többek között Érosz is vele van, ugyanis a fizikai vágy az minden cselekedetnek vagy manifestációnak a kezdeti pontja. Ha nincs vágy arra, hogy megnyilvánuljon valami, akkor az nem fog megnyilvánulni egész egyszerűen. Akkor marad káosz, tehát marad a kavargó, kaotikus folyamat, a semmiből semmi nem lesz. Ha semmiből akarunk valamit, akkor kell egy lökés, és ez maga az érosz. Tehát gyógyulni akarsz? Meg akarod érteni a sebeidet? Fel akarod vállalni? a sors feladatodat? Inkább magadra hajlandó venni az átkod. Csak legyen már valami? Igen. Mi a vágyad? Ez a kérdés. Hipátia, aki az, ugye az alexandriai könyvtárnak volt az utolsó könyvtárosa, ő egy matematikus nő egyébként, és megölik, és földgyújtják a könyvtárat, tehát egy, megint csak egy erős, okos nőről van szó, és magyar, magyarul vállald még azt is akár, hogy a fizikai léted eh, hát megsemmisül, de mindenféleképpen a tudást választ, és ugyanez Pitagoras is, hiszen egy nagyon érdekes és hasonló eh, dolog történik vele, Pitagoraszról eh, nagyon keveset tudni, de ami tudni az nagyon fontos, ugyanis ő egy matematikus volt, ugye a számmisztika megalapítója, és volt egy akadémiája, ahol nagyon eh, gazdag családoknak a fiai tanultak, és utána volt egy vizsga, és a vizsga arról szólt, hogy ki kellett állni, és a téziseket meg kellett, elő kellett adni, és meg kellett védeni, és közben az első sorokból folyamatosan gúnyolták a vizsgázót. És nem az volt a vizsga hogy vajon de mennyire tudod a téziseidet bizonyítani, hanem az, hogy mennyire viseled el a gúnyt, mennyire viseled el mekkora állóképességed van a gúnyjal szemben, a mocskolódással szemben. Tehát itt most Pitagoras nem csak a számisztikát szimbolizálja, hanem ezt a fajta viselkedést is, ami a hármasunkon van. A leszállom pedig síva van, ugye a Trimurtinak a pusztítva újra teremtő minősége, mindez a mérlegen elég érdekes. Aztán ott van a Juno fekete hold konjunkcióm, ahol ott van Antigoné, Antigoné az egyik hűbrisz aszteroida, ugye a hübrisz a, a lázadás az isteni vagy emberi törvények ellen, főleg az isteniek ellen, és Antigoné pontosan azt a viselkedést, az antihubrisz viselkedést szimbolizálja, amikor én azért lázadok fel az emberi törvények ellen, mert az istenit védem. És hogyha ebbe belepusztulok, akkor is föllázadok. Aztán van két elég durva aszteroidánk, vagy Kentaurunk először is, ugye az Orkusz és az Aphidas. Orkusz, a, ö, az etruszkoknak a, az alvilágistene, a megszegett eskük megbüntetője, és hogyha az elmúlt napoknak a celebbé vált ex nyilatkozatait nézed, akkor egészen pontosan ez történik, Mindegy. Ilyen egyébként meg az elásott kincseknek is a megbüntető, vagy az őrzője, is az a megszegetés megbüntetője, Orkusz, illetve az afidasz, ami konkrétan az erőszaktevő. Tehát, ugye, afidasz egy olyan kendőr, akit meghívnak egy esküvőre, ahol elrészegedik, és mindenkit megerőszakol, és végül a házigazda öli meg, amikor részegségében elalszik. Tehát az erőszak jelenik meg és van két álló csillagunk, amik tulajdonképpen egynek tűnnek, ez a nagymedvének az étája, az Alkor Mizár kettős, amely a hüvelyk, Matyi hüvelyk pici mesénknek, a, aki a bakon ül, ugye annak a, a az égi leképeződése, és nem mellesleg, ugye göncöl szekerének a rúdja eltörik, és ez a töréspont. Tehát, hogyha megnézed a göncöl szekeret, akkor ez az, ahol a, a rúdja megtörik, és ez tulajdonképpen a kataklizmának és egyáltalán az emberi minőségnek az, a megtöretését szimbolizálja. Ez az a gyógyuló hely, ahol mindenfajta kataklizmát a helyre akarunk tenni. Ez van most ugye ezen a hármason. És aztán ott van a hügelje nevezetű aszteroidánk, ahol ott van Nessus, ami egy, szintén egy ilyen pszichopata aszteroida, ugye Nessus elrabolja, ahelyett, hogy átvinné ugye a, a túlsó partra Deja Herkulesnek a feleségét, megerőszakolja, és utána pedig ugye ez, 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 ezt Herkules úgy tudja valamennyire hárítani, hogy kirő egy nyilat rá, ami bele van mártva a hidra bérébe, ez ami halálos véreg, és ahogy haldoklik, Nessus ráveszi Deja értitek, a, a, az erőszak után másfél perccel, hogy a, az ondóval kevet vére potens varázsszer tegye el, és majd ez majd meg, meg fogja őrizni uh, Herkules örök szerelmét És Természetesen, de jön el részt el is hiszi, és megmenti ezt a szubstanciát fogalmazunk így, ami egyébként nem csak az ondó és a vér, ami valóban a két legpotensebb varázsszer, pláne a keveredésük, hanem ott van még a hidra vére is, ami halálos méreg. És akkor ebből egy nagyon érdekes történet kerekedik ki, ugyanis Ryan a sző egy, egy inget, azt belemártja ebbe a keverékbe, és odaadja, Nesz, odaadja uh, aki boldogan és büszkén felveszi, amikor a híroszokkal találkozik. Nem belesleg, ugye ezt, ezt Daniela azért csinálja, mert féltékeny, és meg akarja őrizni Herkulesnek a szerelmét és a hűségét. Igen, ám csak, hogy a napsugaraja, hogy rásütnek erre az ingre, meggyúlad az ing, és Herkules ugye tulajdonképpen elkezd égni, és hát tulajdonképpen az a lényege, hogy mivel fél meghalni nem tud, elégni nem tud, viszont iszonyú fájdalmai vannak, és akkor az ős ellenség héra megmenti, és felviszi az olimpuszra. És ezáltal megszűnik köztük az ellenségeskedés. Tehát ez a gyógyulás, szenvedés, megváltás mitológia elképesztően ott van az egészben, és hát a tesszusnak ez a klasszisa, egyébként meg a temetetlenség karma is kapcsolódik hozzá, amely azért érdekes, mert minden háborúban szinte tömegével lesznek ilyenek, és ö, ez nagyon nehéz egyébként, a temetetlenség karma az egyik legnehezebben gyógyuló dolog, különösen akkor, amikor háborúban eltűnik valaki, és nem tudják azonnal ö, ugye holtán nyilvánítatni, tehát nem tud a család egy szertartás során, ö, Hát elengedő. Tehát nem tud elengedni a halottat, mert még bízik abban, hogy hát ha megmarad, hát ha csak egy kórházban van, hát ha csak emlékezet kiesése van. És akkor az hetekig, sőt évekig, hónapokig, évekig nyúlhat, és az alatt a lélek az, az nem tud elmenni a fény felé, és végül, ha ez, a, ez, az egész folyamat több mint két évet vesz igénybe, akkor bizony földhöz ragadva kísérlet lesz belőle. Tehát egy nagyon érdekes és komplex dologról van szó. Ezeket kéne helyre tennünk. Lehet helyre tenni, van két állócsillagunk, az egyik az ahernár, ami az Eridánusnak az alfája, a másik pedig az Anka. A főnix madár pontosan ezt a hambaiból, holtjából feléledő madarat szimbolizálja, tehát amikor meghalok, és mégis ö, feltámadok, tehát az újjászületésnek, a transformációnak egy minősége, ami elpusztul az újraélethet ez a szimbólum. Az Alpha-nál pedig az égi folyónak, az Eridánusnak az alfája, ez egy érdekes és nagyon nagy és hosszú csillagkép, a, valahol az, az égi egyenlítő közelében ered, valahol az Orion vál csillagainál, nem, öfcsillagainál, bocsánat, övcsillagai alatt, és aztán lekanyarodik, és egészen a déli sarkcsillag, ami nincs, tehát a déli sark környékén van a vége a legfényesebb csillag az utolsó ebben a konstellációban, és ez azt szimbolizálja, hogy elindulok egy viszonylagos egyensúlyból, égi egyenlítő ebből a térségből, elindulok a kalandjaimmal az emberi vállás ösvényén, és eljutok a végső pontig, ahol a legfényesebb csillag vár rám, tehát hogyha te bejárod az emberi ösvényt, és jól teljesítesz, akkor tudod megvalósítani, akkor kapod a jutalmat, akkor éred el a céljaidat. Ez az Ahernál, ennek az útnak a végén lévő fényes csillag fejezi ki az Ahernál. Tehát ez ennek a dobogónak a cucca, vagy bocsánat, mostinak a cucca, dobogó is lesz majd. És akkor van egy harmónia háromszögünk, amelynek az apexében pont az Eris van, a drasztikusan megváltozó külső körülmények, a másik kettő pontját pedig a Merkur és a Vesta adja. Ugye ez egy nagyon pici konstelláció, egy nagyon pici fényszökkép, és tulajdonképpen csupa harmonikus fényszögből áll, egy trigonból és két szextélből. A Merkur Vesta az konkrétan a fókuszájra, a beszédre, a kommunikációra, az értésére a dolgoknak és akkor ezek a drasztikusan megváltozó külső körülmények mégsem lesznek talán annyira drasztikusak. Ez egy szép áldás ebben a képletben, és nagyon érdekes, mert a Vesta megint azon a ponton áll, ahol ami talán az állócsillagok közül a legtöbb minőséget képviseli, mert rögtön bemutatom, az, hogy hívják volna, az Eriszen csak egy Szeneka és Klótó van, egy, tehát egy, egy filozófus és az a párka, aki megsodorja az életfonalat. merkúr ott van szemelé, az édesanyja, aki porráig, ugye, Amenhotep, ugye a fáraó, és két állócsillag, a Delmeb Algedi és a Szadalszúd. A Delmeb Algedi a baknak a deltája, a Szadalszúd pedig a vízöntőnek a bétája. A, a, a Szadalszúd az a szerencsések legszerencsésebbike, ez egy nagyon érdekes csillag. Azért érdekes egyébként, mert ennek az időszaknak amikor ezek a, a csillagok, tehát akár a szadalmelek, akár a szadalszúd ö, ott vannak az égbolton, akkor érdekes módon annak el, hogy, hogy, vízöntő hava van, és ilyenkor kell a leghidegebbnek lenni, és a legnagyobb fagynak lenni, mégis nagyon sokszor enyhül az időjárás. Tehát, hogy egy ilyen szerencse energia kerül a birtokunkba. A Dene Balgedi pedig az álhatatosságot, a kitartás szimbolizálja. Ez van a Merkuron. Álhatatos kommunikáció, szerencsés kommunikáció, így is lefordíthatjuk. A Vesztán pedig, ahogy mondtam, ő, e, a tulajdonképpen itt most jelenleg öt állócsillag van, ez a, az ikreknek a 22.-24. foka, itt rengeteg állócsillag van, ezek teljesen különböző helyeken vannak. Ott van a kapella, az Aluridának az alfája, ami az öngyilkosoknak a harmadik gyógyuló helye, az első a Seát, a Pegazusnak a, talán a bétája, ami oda viszik a friss öngyilkosokat, a második az Alferac, ott tanulnak meg egyáltalán Valamennyire működ, és a harmadik a kapella, ami az abszolút felszabadulást tudja biztosítani már ebből a nagyon nehéz karmából. A fakta békegalom, a mintak az egyik övcsillag, amit pont rajta van, egyébként a, a, az égi egyenítőn, tehát a, az égi minőséget, a kiegyensúlyozottságot, az isteni mértéket szimbolizálja, az elnát a bikának a bétája, ami a ö, az egész csillagképnek a, az árnyoldalá, tehát a, a, az álhatatos, kitartó, következetes, transformáló képességet szimbolizálja a harmónia teremtésen belül. A Bellatrix pedig az Orionnak a gammája, egy szintén egy ikercsillaga, betelgúznak az alfája, a betelgú, az alfa az azt fejezi ki, hogy siker és szerencse, amely, amelyet nem hátáltat semmi, és a Bellatrix pedig az árnyékból, az árnyékban működésből elérhető sikereket ö, szimbolizálja. Ez van mind a Vesztán a fókuszáló képességen. Itt láthatjátok ezt az öt csillagot, tehát ö, ezek vannak, szinte ugyanazon a fokon, 22-23 fokon, és a Veszta most éppen beéri mindegyiket, de látjátok, ezért nem érdemes konjunkcióról beszélni, és másférszéről, mert pláne nem, tehát nem tudnak az állócsillagok létrehozni a konjunkción kívül mást, és a konjunkció a hosszúsági fényszöget jelenti, a fakt, a faktal a büdös élve nem fog semmi konkrétan, fokra persze együtt állni, hosszúsági, tehát állatövi fényszögben igen, de egyébként pedig fizikailag nem. Ezt mindig úgy magyarázom el, talán így megérthetitek, hogy ha meglát, tehát van a Földröm, van Budapest pozíciója, és Budapest egy vonalban állhat mondjuk egy osztrák kis faluval a szélességi körön belül, a hosszúsági körön belül pedig mondjuk egy afrikai faluval. De ez nem azt jelenti, hogy pontosan ott van, hiszen a koordinátákban kettő dolog határoz meg a földi koordinátákon egy helységet. Az égen is, csak mivel a horoszkóp lapos, mint egy szent kép, tehát igazából egy kétdimenziós képet nézegetsz, nem látod a másik dimenziót. És ezért mutatom be mindig az állócsillagok pozícióját, hogy ne akar te azt mondani, hogy együtt áll, elmondasz, hogy egy vonalban áll, ugyanis gyakorlatilag tényleg nem tud vele semmi egy vonalban áll, vagy egy, ö, együtt állni, mert egész egyszerűen teljesen máshol vannak. Na és akkor van még egy komplex képünk, egy-három fokon, ez két nappal ezelőtt is már ugye ott volt, talán emlékeztek rá, hogy a, a nap akkor még, bocsánat, a, a vízöntő legvégén volt, és ugye itt záródik végre az a 30 fok, látjátok? A Plutó és a nap között. Illetve a, tulajdonképpen fontosabb most a számunkra az, ami a 3 fok környékén van, hiszen ennek a, a tévő pillanatnak az MCIC tengelye, az pont ö, ö, Oroszlán és vízöntő 3.-4. fokán van, tehát a Mars-Vénusz mars egyébként oda kerül az IC-re, és a Plutó nagyon közel, tehát. Ez a nagyon durva, hármas konjunkció, ez ott van, a nap szerencsére kimenekült és már bent van a halakban, tehát tulajdonképpen alapvetően nincs vele, vele dolgunk már. Viszont az a T kvadrát, ami be fog pontosodni, ugye ez egy változó T kvadrát, nem sokára két nap múlva a nap teljesen szembe kerül a transzplutóval, tehát meg is világítja a dimenzióugrást, a palaszaténé az apexben pedig a bölcsességgel telíti ezt a változást, amit ugye generálunk. Az oldott opozíció csak a budapesti képletben van, azáltal, hogy a palaszaténé ugye tulajdonképpen oldja az MCIC, meg ez a, a hármas konjunkciónak a mintázatát. És ott van akkor még egy picike angyal nem itt, mert itt nem záródik az energia, mert ugye a Plutónap az meg van, ez a 30 fok, viszont a Plutó szerez nincs meg, a szerez az már tovább ment. Viszont, ha megnézed a Mars-Vénusz konjunkciót, a szerez és a Palasztrán, akkor ott létrejön az angyal aminek az apexében, az csúcsszögében a szerez van, a gondoskodó elv. És akkor még egy dobogónk is van, ugye itt az MCIC, szerez és transplutóval. Ez egy olyan dobogó, aminek a belseje quincunx, a teteje viszont egy, egy trigon, tehát a szerez, transplutó trigon, ez egy földtrigon, ez tudja biztosítani a számunkra ezzel a dobogóval. Ha felállunk a tetejére, akkor mondjuk valami olyasmit, ami az otthonunknak, a hazánknak kedvez, és ez ráadásul még dimenzióba is segít váltani, vagy csatornázni, segít dolgokat le a fönti, fönti a fönti Minőségekből le lehet csatolni, majd csak befejezem. Picit fáradt vagyok, elnézést. Mondom, kicsit sűrűk voltak a napok. Ez van tehát, ezt tudja a karmasztrógia neked erről a téréről elmesélni. Használd ki jól, próbáljátok ezeket az állásokat tényleg a pozitív értelemben használni. Az a Mars-Plutó-Vénusz még mindig ott van, tehát még mindig kombinálódik az, hogy ott van az erőszak, Mars brutó, és ott van a feneketlen lyuk, tehát akár anyagilag, akár érzelmileg a fekete lyuk, ami mindent elnyel, és tulajdonképpen, ha körülnézem, ez történik a világban, viszont ez a hármas konjunkció egy szexuál konjunkció is, tehát fel lehet használni a saját személyes életedben sokkal inkább ö, valamilyen békésebb dologra. Ezért mondtam a két nap a videó végén azt, hogy szeretkezne háborúz, és tényleg ö, rajtunk múlik, hogy valamit mit használunk föl. Tehát ne kérdezd meg tőlem, hogy neked ez mire jó, arra jó, amire felhasználod. Én azt a szívességet megteszem neked, hogy elmesélem, hogy mi van fönt az égbolton, te pedig próbálj ráhangolódni, próbálj emelkedni, emelni a rezgésedet, és ugyanis ha a rezgésedet emeled, akkor megváltozik az a minőség, ahogy az életedet éled. Nézd meg, ott van a víz, ugye, és a három halmaz állapota valami teljesen mást jelent. Tehát ha lefagyasztod a vizet, akkor jég lesz belőle, ha meg felforralod, akkor meg gőz. Ugyanarról az anyagról van szó, három teljesen más megjelenési formában, teljesen más a való. A jég arra, hogy csúszkál rajta és belerakd a koktélodba, a gőz meg arra, hogy mondjuk gépeket hajtsál, vagy, vagy egyáltalán párásíts. Gondolj bele, tehát másra való, és ez a lényege, hogyha te a rezgéskedet emeled, az odafigyelésedet, a figyelmedet belarakod a téridőbe, akkor bármiből és mindenből a jót, a szépet is meg tudod valósítani. Hajrá! Köszönöm, hogy meghallgattatok! Iratkozzatok fel a csatornára, ha tetszett! Lájkoljátok, meg dobadjátok szívecskéket, mert állítólag az algoritmus akkor, hogy hívják fel a videót. Nagyon érdekes látni, hogyha bármikor olyasmitről beszélek, ami nem tetszik a világ urainak akkor egyből csökken a nézettség. Tehát, ha feliratkozol, és mód a csengőt, akkor kapni fogod, és akkor, akkor, akkor gyakorlatilag nem kell más csinálnod, csak odafigyelned. Köszi! Sziasztok!